Energiatakarékos és energiatudatos otthonoknál az is egy megoldást jelenthet az energiatakarékosság szempontjából, hogy mozgás érzékelőket helyezünk fel, és ezek a mozgás érzékelők kapcsolják aztán a világítást, legyen az mennyezeti világítás vagy egyéb. Tehát lényegében csak akkor fog felkapcsolódni a lámpa, amikor arra járunk, vagy ott mozgunk abban a helyiségben, és amint elhagyjuk azt a helyiséget, vagy elhagyjuk a lakást, akkor az a világítás lekapcsol. És nem marad égve a lépcsőházban a villany, nem marad égve az előtérben a villany, vagy éppen egy szobában, vagy éppen egy íróasztalon, hanem ezek a mozgásérzékelő egységek adott idő után, adott idő eltelte után lekapcsolják azokat a világításokat. Tehát összességében az egész ház energetikáját nézve villamos energia szempontból biztosan egy csökkentett rezsi, csökkentettebb rezsihez jutunk, hiszen mozgásérzékelők adott helyen felszerelve, adott világítást vezérelve tudják a energia energiaszámlánkat csökkenteni, világítás szempontból. Tehát nézzük meg, hogy melyik azok a lámpák, amik mozgásérzékelővel felszereltek, vagy éppen mozgásérzékelővel eleve ellátottak. Tehát olyan maga a csillár vagy a világító test, hogy mozgásérzékelő van társítva hozzá. Tehát próbáljuk megtalálni a mozgásérzékelő helyzetét, hogy hol fontos, hol lehet, hol segíthet, és ezzel tudunk energiát, áramot spórolni.